jelentős fejlesztések indulnak be a magyar erdőkben, erdészeti turistaházak újulnak meg, mintegy 3 milliárd forint értékben. Ennek a részleteit majd kormánybiztos úr fogja ismertetni. Fontos ez a döntés azért, mert egy olyan programnak a része, amely 2010-ben kezdődött, és a lényeg az, hogy a 22 állami erdőgazdaság közjóléti beruházásokra fordítja a megtermelt jövedelmet, a nyereséget. Ez állami forrásokat is hozzá tudunk rendelni, és az ennek köszönhető munka mutatja azt, hogy az erdeink átjárhatóak, turistaösvények újultak, meg kilátók épültek, lombkoronaösvények, tanösvények, erdei iskolák és erdei vasutak is. Az a helyzet, hogy most az év végén az amúgy sem lassú tempó a kormány döntésnek köszönhetően úgy tűnik, hogy még fokozódni fog az elkövetkező években, hiszen 2,9 milliárd forint érkezik turistaházak felújítására, és ehhez még hozzászámolhatjuk a térjödön programnak a forrását, amit mivel tavaly a közbeszerzések miatt nem tudtunk elkölteni, ezért a tavalyi összeg is átcsúszik az idejévre, meg az idei is marad, így hogy a térjödön program keretében is további 2 milliárd forint áll turistaházak felújítására, rendelkezésre, úgyhogy ha ezeket összeadjuk, akkor gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az elkövetkező rövid időszakban összesen 5 milliárd forint értékben fognak turistaházak megújulni.